Sziasztok, ez a RetroTech Hungary YouTube csatornája. Egy korábbi videómban bemutattam az iHima A07-es erősítőt, ami amellett, hogy elég meggyőző teljesítmény nyújtott, azért volt vele kapcsolatban egy-két kritikai észrevételem is. Igazából két dolog volt, ami nagyon szúrta a szememet, az egyik a nagyon érzékeny hangerőpotméter, amely nagyon kis elmozdulásra és nagyon nagy hangerőt tekert ki az erősítőből, a másik pedig a hűtő bordának támasztott, és ezért felesleges hősoknak kitett elektrolit kondenzátorok voltak. Ebből gondolom már sejthető, hogy a mai epizód arról fog szólni, hogy hogyan próbáltam meg okosabb lenni, mint a kínai mérnökök, és megoldani ezeket a problémákat. Bár úgy tűnhet, hogy csak a sikeres DIY projekteket mutatom be a csatornámon, de tényleg arról van szó, hogy eddig mindig nagy szerencsém volt, vagy éppen sikerült megfelelően utána járnom a dolgoknak, mielőtt nekiestem valaminek, mert ebben az esetben is sikerült a művelet, igaz, okoztam kárt is, de olyan szerencsés módon, ami nem befolyásolta végül az erősítő működését. Ha még nem láttátok az iHima A07-es bemutató videómat, akkor feltétlenül nézzétek meg, a link megtalálható a képernyő jobb felső sarkában, és ennek a videónak a leírásában is. A részletekkel pedig rögtön jövök is a főcím után. Először a potmétert szerettem volna kicserélni, mert ez tűnt a legkevésbé rizikós lépésnek. Ehhez természetesen először szét kellett szedni az erősítőt, amit néhány csavar oldásával és a potmétert rögzítő anya kitekerésével abszolváltam, így eltávolítva a fedlapot és az előlapot. Potmétert, hogy a tengelye megfelelő pozícióban álljon az előlaphoz képest, egy úgynevezett daughterboardra vagy segédnyáklapra szerelték. Ennek semmi más funkciója nincs, mint hogy a fő áramköri laphoz képest megemeljék vele a potmétert. Ezt a daughterboardot fémtüskékkel forrasztották rá a fő áramköri lapra. Első lépésként ezeknek a tüskéknek a felesleges részét lecsíptem a forszemek felett, hogy a kiforrasztó pumpával jobban hozzájuk férjek. A kiforrasztáshoz ezt a no-name AliExpress-es elektromos onszippantot próbáltam több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel használni. El tudom képzelni, hogy jól működik egy oldalas nyáklapoknál, amelyekhez alacsony olvadáspontú forraszanyagokat használtak, de ennek a cuccnak egyszerűen túl kicsi a teljesítménye a modern kétoldalas nyáklapokhoz és a magas olvadáspontú forraszanyagokhoz. Kész kínszenvedés volt vele dolgozni, ezért felváltva kellett használnom az onszívó szalaggal együtt, hogy ki tudjam forrasztani vele az alkatrészeket. Komoly munkához tehát nem ajánlom. Egyébként a működése nagyon egyszerű, természetesen a hegye fűtött, amivel megolvasztjuk a forrasztóont. Mivel mindösszesen 30 watt a teljesítményfelvétele, ezért eleve hosszú percekig tart, mire felfűti magát. Ezután egy gomb megnyomásával működésbe hozunk egy szolenoidot, ami egy dugattyút ránt meg, majd amikor elengedjük ezt a gombot, akkor pedig visszatolja azt. Tehát a gomb megnyomásával a megolvasztott forraszanyagot felszippantja, majd a gomb elengedésével kiköpi azt. Az ötlet amúgy nem rossz, de az eszköz ettől még nem valami jól használható.
Na de térjünk vissza az erősítőhöz. Mivel felülről nem sikerült kiforrasztanom ezt a daughterboardot, ezért gondoltam, hogy inkább alulról próbálkozom és kiforrasztom az egész hóbelevancot a fő áramköri labból. Ehhez eltávolítottam a készülékház alsó felét is. Bevetettem mindenem, ami volt, az elektromos onszívópumpát, az onszívószalagot, mindent. Próbáltam friss forrasztónt futtatni a forpontokra, valamint folyasztószert is használtam, hát ha akkor hatékonyabb lesz a kiforrasztás, de nem lett jobb a helyzet. Valószínűleg ez továbbra is a nem megfelelő eszközparknak és a tapasztalatlanságomnak tudható be. Minden esetre meg kell, hogy dicsérjem az AI-hímát, mert amilyen tortúrának tettem ki ezt a nyáklapot a vesszőfutásom során, ahhoz képest nagyon jól bírták a forszemek a hőterhelést. Végül persze sikerült leválasztanom a daughterboardot a fő áramköri lapról, így jöhetett a potméter kiforrasztása. Hát nyilván ez sem volt egy egyszerű menet. Amikor ezzel megvoltam, akkor jöhetett az új potméter beforrasztása. Ez egy Elps által gyártott 50 kΩ-os logaritmikus karakterisztikájú potméter, amitől azt reméltem, hogy finomabbá tudom vele tenni a hangerőszabályozást. A gyári no-name potméter ugyancsak 50 kΩ-os, de lineáris karakterisztikával rendelkezik. A képernyőn látható ábra azt mutatja, hogy egységnyi elmozdulásra a potméter milyen mértékben változtatja az ellenállás értékét, vagyis végső soron a hangerőt. Láthatjuk, hogy a piros vonallal jelzett lineáris karakterisztikájú potméter esetén egyenes arányosság van a potméter mozgása és a hangerő növekedése között. Amíg a kék vonallal jelzett logaritmikus karakterisztikájú potméternél nyilvánvaló, hogy a működési tartománya nagy részén az elmozduláshoz képest sokkal lassabban emelkedik a hangerő, majd az utolsó negyedben pedig sokkal gyorsabban nő a hangerő az elmozdulás mértékéhez képest. Nekem pedig elméletileg pont erre van szükségem ahhoz, hogy az alsó tartományokban finomabban tudjam szabályozni a hangerőt. Kísérletezhettem volna más ellenállás értékű potméterrel is, hogy még tovább testre szabjam ezt a funkciót, de nem akartam nagyon eltérni a gyári specifikációtól, és mivel a potméter értéke gyanúsan közel van a szabvány vonalbemenet 47 kΩ-os impedanciájához, ezért azt gyanítottam, hogy ezzel az ellenállás értékkel lehet hellyel közzel biztosítani a bemenet megfelelő illesztését is. Na és itt követtem el az első hibát is, ugyanis a potmétert a daughterboard rossz oldalára forrasztottam be, hiszen ez is egy kétoldalas nyáklap, és mind a két oldalán vannak forszemek. Ez lett volna az alkatrész oldal, és ez a forrasztási oldal, csak ezt akkor még nem vettem észre. Figyeljétek meg csak, ahogy nagy magabiztossággal a rossz oldalra forrasztom be ezt az alkatrészt. Akkurátusan folyasztószert rakok rá, majd elegáns mozdulatokkal beforrasztom a helyére, a rossz oldalra. Még nagyon tudományosan nagyítóval meg is vizsgáltam a munkám gyümölcsét, a szép, tanítani való forpontokat. Aztán pedig alkohollal letisztítottam a visszamaradt folyasztószert a nyáklapról, mert hát fő a pedantéria. Na és itt jön az a pont, amikor rájöttem, hogy mekkora baromságot csináltam. Sajnos, vagy inkább hál' Istennek a kamerát még volt időm kikapcsolni, mielőtt mocskosul elkezdtem káromkodni, hogy hogy lehettem ilyen bal. Bring the funk back. Nos, látjátok, nem rejtem azért vék alá, ha valamit elbénázok, hiszen a saját hibáinkból is jó tanulni, de legjobb máséból. A csatorna jelenlegi producerei ezt a nagy igazságot bölcsen felismerték, szóval ha te is így gondolod, akkor arra kérlek, hogy támogasd a bénázásaimat is a Patreonon, a PayPalon vagy a Buy Me a Coffee-n keresztül. A támogatáshoz szükséges linkek a videó leírásában megtalálhatóak. Szóval addig is... A tanácsom az, hogy kétoldalas nyáklapnál nem árt tisztában lenni azzal, hogy melyik az alkatrész oldal. Na de akkor ugorjunk neki még egyszer. Másodszorra már sikerült a potmétert a jó oldalon beforrasztani a daughterboardba.
Amikor ezzel megvoltam, akkor visszaforrasztottam a daughter boardot a fő áramköri labba. Ezután pedig a daughter board felső oldalán forrasztottam vissza a csatlakozott üskéket. Sajnos a művelet során az egyik forszem megadta magát, és sikerült leégetnem azt az apró nyáklapról. Szerencsémre ennek a forpontnak semmilyen funkciója nincs, tehát nem a potméter egyik kivezetését választottam le a fő áramköri lapról. Hála Istennek ez volt az egyetlen kár, amit okoztam az átalakítás során. Azért a felvételen láthatjátok, hogy milyen elkeseredetten próbálok meggyőződni egy multiméter segítségével arról, hogy a potméter átvezetései sértetlenek maradtak. A következő lépés a kondenzátorok cseréje volt. Igazából azokat a kondenzátorokat gondoltam problémásnak, amelyek közvetlenül a hűtőborda mellett voltak a fő áramköri labba beforrasztva, de úgy gondoltam, hogy nem fog megártani, ha akkor már az összes elkót kicserélem jó minőségű nicsikonokra. Gyakorlásnak sem egy utolsó dolog, bár nyilván a kockázat, hogy valami balul sül el, ennek megfelelően növekszik. A szükséges alkatrészeket a Mauserről rendeltem, és az alkatrész listát megtalálhatjátok a videó alatti leírásban is. Miután sikeresen elvágta a kezemet a hűtőborda, miközben az első kondenzátort bogaráztam kifelé, úgy döntöttem, hogy inkább eltávolítom azt. Meglepődve tapasztaltam, hogy az iHima itt sem spórolt és rendes hővezető pasztát rakott a borda és a végfokicé közé. Tehát így már könnyebb volt a kondenzátorokon dolgozni. Az elképzelésem az volt egyébként, hogy az új kondenzátorokat úgy forrasztom be a nyáklapba, hogy egy kissé hosszabbra hagyom a lábaikat, így el tudom őket hajlítani a hűtőborda közeléből, hogy azok legalább ne érjenek hozzá. Tudom, hogy ez alapvetően nem egy jó ötlet egy erősítő bemenetén, hiszen a hosszabb lábak miatt, amelyek ugye antennaként viselkedhetnek, az erősítő összeszedhet némi plusz zaj, de igazából sokat nem aggódtam ezen, azt figyelembe véve, hogy az erősítő gyakorlatilag egy Faraday kalitkába van beépítve, hiszen egy teljesen zárt fém házról beszélünk. Nyilván nem tudom mérésekkel igazolni azt, hogy az erősítőnek romlott-e a jelzaj viszonya, de fűre nem fedeztem fel semmi változást ilyen téren. Természetesen a kondenzátorok kiforrasztása is meglehetősen szenvedős feladat volt a kétoldalas nyák miatt. Arra azért érdemes figyelni, hogy ezeknek az elkóknak van polaritása, tehát jó, ha tudjuk, hogy egy adott kondenzátor hogyan helyezkedett el a nyáklapon, mert ha fordítva kötjük be őket, akkor előfordulhat, hogy füstjeleket fog az erősítő eregetni magából muzsika helyett. Érdemes egy fotót csinálni arról a területről, amelyen éppen dolgozunk, így ha nem vagyunk biztosak benne, hogy hogyan állt az eredeti kondenzátor, akkor vissza tudjuk azt keresni. Az iHima egyébként példás pontossággal a nyáklapon is jelölte a kondenzátorok polaritását, és ez minden esetben a valóságnak meg is felelt, de ennek ellenére azért nem árt az óvatosság, mert néha a gyártók rosszul jelölik a nyáklapon ezt az információt. A kondenzátorokat logikai csoportokban cseréltem ki, és minden egyes csoport cseréje után teszteltem az erősítőt, így ha valami hiba van a munkámban, akkor sokkal egyszerűbb leszűkíteni a hiba okát néhány, vagy akár egyetlen alkatrészre, mintha az összeset kicserélném egyszer, és utána meg vakargathatnám a fejem, hogy akkor a tizen sok alkatrész közül melyik okozza a hibát. Amikor az első maroknyi kondenzátorral végeztem, akkor mehetett vissza a hűtőborda helyére, mert a további alkatrészek cseréjekor már nem lesz az útban. Sajnos nem volt kéznél rendes hővezető paszta, de úgy gondoltam, hogy a jó öreg Noctua NT-H1-es pasztával nagyon nem nyúlhatok mellé, ha a processzorok hűtéséhez használható, akkor itt is megfelelőnek kell lennie. És íme a kondenzátorok végre nem simulnak hozzá a hűtőbordához. Ezután a többi kondenzátor cseréjével folytattam. Természetesen minden csere után leteszteltem az erősítőt, hogy még életben van-e. A forrasztások minőségét érdemes egy nagyítóval ellenőrizni, majd ha mindent rendben találtunk, akkor a forrasztás során használt folyasztószer maradékát izopropil alkohol segítségével eltávolíthatjuk. A végén pedig még egy utolsó teszt. Örülünk, Vincent! Örülünk? Vincent? Örülünk? Ja, örülünk. Maradt még egy megoldandó probléma, amelyre az összeszerelés közben derült fény.
Az új pótméter tengelye sokkal vastagabb, mint amilyen a régi volt, ezért nem ment át a gyárilag az előlapba vágott lyukon. Ezt egy megfelelő méretű fémfúró segítségével kitágítottam. Mivel az új pótméter tengelye 8 és 9 mm között volt, nekem meg csak 8-as fémfúrom volt kéznél, ezért egy kicsit improvizálnom kellett. Mondjuk úgy, hogy a 8-as fémfúró kiválóan működik esztergaként is. Minden esetre így már helyére ment az előlap is. Sajnos a gyári hangerő gomb nem volt kompatibilis az új potméter tengelyével, ezért az AliExpressről kellett lőnöm egy olyan potméter sapkát, amely rámegy az Alps Poti D alakú tengelyére. Sajnos ez pár milliméterrel kisebb átmérőjű az eredeti sapkánál, de ez hál' Istennek nem okoz komolyabb esztétikai problémát. Nos hát számomra igen tanulságos volt ez a projekt, egyrészt rádöbbentett arra, hogy van még mit tanulnom, ami a forrasztási technikámat illeti, másrészt meg jól mutatja azt is, hogy némi elszántsággal és odafigyeléssel bármi megoldható. Na igen, és természetesen az ember elkövet közben hibákat is, amiből később tanulhat, és remélhetőleg azzal, hogy ezt dokumentáltam és megosztottam veletek, ti is profitálhattok belőle. Egyébként ti mit csináltatok volna másként, vagy szerintetek milyen hibákat követtem még el az átalakítás során? Ha van ezzel a videóval kapcsolatban kérdésetek, vagy építőjellegű kritikátok, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!